Szeretettel köszöntöm a Cselet TV és a Rádió Mohács hallgatóit. Természetesen a busójárás az egy néphagyomány, tehát a klasszikus megfogalmazás szerint ez a busójárás nem más, mint egy tavasz köszöntő téltemető ünnep. Mohácson egy nagyon sajátos néphagyományként, népszokásként a mohácsi sokácok örökítették át. A kialakult hagyományoknak megfelelően szervezzük a programokat. Szeretném kérni, hozzászólnak ez a busó akármihez. Központi napja farsangosság. Legyen szíves megkérdezni, azt én kérdezném, miért lesz két koporsó? Vasárnap is temetés? Hogy vasárnap is temetés? Meg az, hogy akkor vasárnap is lesz temetés. Tehát busú temetés. Tehát azt még lehet hozzá, hogy... Köszönöm, viszont hallásra. Közben elkezdtek kérdések. Bármelyikük válaszolhat rá, hogy miért lesz két koporsó. És lesz-e vasárnap is farsang temetés, hiszen hát úgy gondolják, hogy mind a két koporsót el kellene temetni. Az előbb utaltam rá, hogy egy új kezdeményezés, és természetesen nem kívánjuk megakadályozni az ilyen kezdeményezéseket sem. Nem szólhat egy közművelődési rendezvény, egy ünnepség, egy nyilvános program arról, hogy mondjuk mi a művelődési központ igazgatójának a személyes elképzelése, hiszen akkor minden alkalommal csak olyan színházi előadások lennének, olyan hangversenyek lennének, olyan rendezvények lennének, ami nekem tetszene. Kultác úrtól kérdezik, hogy mit szól ehhez egyáltalán két koporsóval, illetve a válaszból ki is derül mindjárt, azt hiszem, hogy a busó klub csinálja ezt a második koporsót, vagy nem. Hát először tisztelettel köszöntöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat. A koporsó. Na most jött el az a bizonyos dolog, hát én mélységesen meg vagyok döbbenve, amikor először hallottam, és én elítélem. Elítélem, mert főleg vasárnapi nap. Vasárnapi nap, amikor egy karnevál, egy vidámság, amit mondtam, hogy mi a busárs, az élet, a szerelem, a szeretkezés, az élni akarás ünnepe, és akkor ebbe betesznek egy bizarr dolgot, egy hátborzongató bizarr dolgot, látványnak is bizarr, ugye? Érdekes, az ember összehasonlítsa, koporsót betesznek. Nem tudom. És ráadásul a Dunába tették. És ráadásul nem beszélve arról, a Dunába dobják be, ami hát akkor a Dunát temetővé nyilvánítsák ezáltal, és akkor itt tartok a kezembe egy újságot, mi nemzeti, országjáról. Igen, itt a Turinform irodák ajánlják, itt van kérem szépen február 25-én, vasárnap busójárás és farsang temetés. Most akkor itt most álljunk mikor meg. Is van a farsang temetés? Most mikor van a farsang temetés, ugye? Szóval ilyen dolgok vannak benne, most nem tudom, hogy most ennek a félre informált dolognak akarom én megfelelni, hogy már igenis, akkor vasárnap csinálunk farsang temetést, de itt most megragadom az alkalmat. Hogyha most minden csoport azt mondaná, vagy ugye sok csoport, hát mindenki a vállára tesz egy koporsót, azt abban se, akkor koporsók menetel volna a busójárás, ugye, és akkor hogy néz neki? Na aztán ugye, mert ugye egy koporsót elégetünk az egyik ősi ellenbe, a tűzbe, a kedden, tehát ez egy régi hagyomány. De a Dunába dobott koporsó, hát a víz is egy ősi elem, akkor én azt ajánlom, kapjanak az alkalmat. Az életet adja. Többi busú csoportok, és akkor csinálnak még egy koporsót, amire rúbalmat kössenek, engedjék fel a levegőbe, ugye, mert hát az is egy ősi elem, akkor vagy a templom mellé temessenek el egy koporsót a földbe, az is egy ősi elem, és akkor a busjárás koporsó mellett. Egy másik kérdés az ágyúval kapcsolatos, hogy felújították-e már az ágyút, mert utalják, hogy az idén délben. Köszönöm.
hagyjad ott! Nyugodtan maradt a hagyjad. Hagyjam itt! Persze. Mi a faszom a gyűfőt? Belese fél. Nem ki az egészet. Nem kell az egészet. Jó van. Mi a faszomat? Erre fogta? Szerintem elég, még ki nem dugja. Vidde, vidde. Gyuri, keverjed is, hogy a habot ki tud dobni. Jó. Mindjárt hozzuk, hogy a vérünkben. Nem, az állatta nincs, befőst, az most jöhet. Az jöhet, ja. Mindjárt megdugjon, mert mindjárt még dolgozik. Nem, nem dolgozik. Olyan, hogy a fekügyön a vérbe, tudod, mert nehéz meg. Gyuri, egy csöppet húzzuk ide. 120 kilós volt. Többnek gondoltam. Azt a hígy is adjuk, sokkal többnek gondoltam. Ó, szépen jön az. Kutel, só, bors. Annyi vére volt, nem ügyeltek. Kifeszik annyi vére. Jó, van annyit fest talán ez is. Ezt a kiabítjuk. Ez az erre! Mindkúr! Ez a mála mindkúr! Isten egészség! Na! Mi az, aki bele? Ő! Csik! Picskú! Csik! 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 Ez a Kostorica film világon egyedülálló. Ilyen így! Ilyen így! Picskú! Picskú! Halló, Kulutász vagyok.
Szavasz, Vendel. Figyelj ide, bementünk a kultúrázba a koporsói, nincs lefestve. Neked mit mondtak? Mit? Nyár sem? Hát is ki fogja lefesteni? Te nem tudod. És neked ezt ki mondta, hogy nyár sem kell? De ezt mondták. Na jó, hát kösz szépen, ez nincs. Én is ezt mondom. Hát mindig feketén kaptuk meg, most már 22 éve benne vagyok ebben a játékban, társaságban. Egyetlen egyszer nem volt az, hogy nyersen. Most milyen dolog ez, hogy nyersen? Hát hogyha másik társaságnak nyersen kell, hát akkor vigyel nyersen. Én feketére kérem. Mi pontosan annyi társadalmi munkázunk, hogy ilyen még az Isten nem látott. Érted? Nem. Annyit. Én annyit adtam a városnak, hogy a jözének, hogy na, nem tudom már mennyi. Jó van, szia Vendel. Szevasz. Szia. Te követ. Nem úgy, én beszélek, én valahogy csak hívtam. Beszélj a ítél, vagy társadalmat. Így mehet? Mehet. Ezt hogy találtátok ki ezt a maszparagást? Hát én nekem, ha valahova... Most hát ő, a Tibi jött... Idejött, hogy Matyi bácsi... Nem lehetne-e? És mondja el, hogy működik egy busó állat. Meg hogy jó-e az, amit csinált, meg ilyen téma volt. Aztán, de én nekem már úgy bennem volt, mert én nagyon szarul éreztem magamat mindig, amikor megkérdezték, hogy azért bácsi, tud-e faragni állarcot? Hát mondom, én érzem, hogy tudod, nem de még... Ez? De azért, hogy kicsit rövid. De soha életemben még nem volt így a kezembe véső. Ott nyugodtak a vésők a padláson, az öregapámnak a szerszámai. Ez a pad is. Ez körülbelül 1950-ben vette az apám, de akkor már egy 80 éven felüli embertől, aki fiatal korában csinálta ezt a padot. Úgyhogy ez több mint 100. Úgyhogy ez a pad, ez több mint 100 éves, ez a gyalupad. Na, és mindig rosszul éreztem magamat, hogy kényelmetlenül, amikor kérdezték, hogy Matyi bácsi tud-e faragni. Hanem, nem is tudom, egy riporternek, vagy kinek megígértem, hogy mire legközelebb jön, fogok faragni állarcot. Na, szóval ez is egy, meg aztán indíték volt, hogy a tavaly ellopták tőlem. Meg akkor jött egy hülye. Meg akkor jött a Tibi barátom, hogy Matyi bács, ej, a kurva életben mondom, mert itt az én alkalom. Gyerünk, nyílj azt a deszkát, nekiálltam, és én is. Elkezdtem faragni, és az jött ki belőle. Én azt mondom, ebben benne van az eredeti, az ősi jellem. Azok a bizonyos vonalak. A vadapám, amiről itt szó van, ha jól mondom, ugye? Igen. Meg kell nézni egy másik faragónak az állatát, az nem busa állat, az a bohóc állat. Rúzsos csúcsú szája. Igen. Azt hiszem, lehet vele verekedni, elég masszív. Ebben lehet. Jó van, Tibi. Na, próba. Jó? Jó. Hogy innen kell vágni még a... Megnézem a... Mit? Itt a tükör. Ne csukd el most össze, jó? Tessék.
Na, itt a szabadalmam. Lajos. Melyik az vagy? Na, mutatom neked mindjárt. Ide néz. A gorilla? Hát nem a rajta a busó. Busó. Rajta a busó. Le van védve. Gyugyilak a bora ez a Eberhard Gyugyilak? Igen. Találmányi hivat, hát bármelyik boraira átteltem egyedül az országban. Jó bora van a Gyugyilak, csak az egy kicsit drága. Hát drága. Találmányi hivatalnál le van védve, úgyhogy senki más nem írhat rá szeszes italra azt a szót, hogy busó, vagy busójárás. Csak ti. Csak én az ország. Én. Ti? Én. Hát a busó. Ja. Nem a busóklub, én. Csak te. Csak te. Tehát ezt nem a busóklubnak védtem le, ez az én találmányom. Mert van ez a... És ezeket te is gyártod, vagy? Nem. Ezt a cserepet egy fazekas, egy hölgy, az gyártsa le, de én nem ilyen barnát kértem, pirosat kértem. Ez majd viszont, piros. Majd ez viszont az én rajzom, látom. Ez a busú fej. Igen. Az én rajzom. Ott itt egy illető, nem tudom a nevét mondom. Azt mondta, ezt okvetlen védjük lesz, mert ha nem, akkor következő évben már az összes kínai terméken ez fog rajta lenni. Uh-huh. És le lett védve, tehát ez a rajz is le lett védve, még ez a találmány, hogy egy boros üvegre ráteszek egy busó állarcot, vagy egy busó fejet teljesen. Meg azt a szót sem írhassák rá, hogy busójárás. Hallgatunk zenét, énekelünk, táncolgatunk, akármi. Mert nem beszél valami, most ugye ezt mi elmosogassuk. Hát én csinálok egy mosogató tímet. Ide van egy mosogató lány, nem? Nem, volt már. Nem kellene neked dolgozni. Ha ezen a napon itt állsz és dolgozál, én nem csináltam volna. 5 perc. Nem mindegyik, de amit itt látsz, hogy ezek a vásznak. Ezek talán 100 évesek is megvannak. Most hol tároljátok? Hát ki itt a lakáson, ki ott. Majd, ha megmutatom az enyémet, az biztos, hogy 100 éven alatt, 150 éves az ingatyám. Eredeti. De ezeknek nem kell annyira patyola tisztának, meg mit tudom ének lenni, mert nem szóval. Megszóltak bennünk... Mert akkor az én kosz bent van, nem? Hogy? Az éves kosz. Persze, benne van. Hát most azért... Nem lehet tradíció a kisújárásnak a kosz. Na azóta koszorozat össze. Egyszer egy évben mindenki kimos. Ez amit meséltél, ami rajtuk van a lábukon, ez a szőrme valami? Hát ez szőrmét kell, mert valamikor... A nagyobb telet. Arra törekszünk, tudod, hogy eredeti legyen. Na most a lehetőségekhez képest. És volt idő, amikor elmentek ezek az eredetiek, ugye, mert valamikor régen eredeti volt, akkor ott a gumicsizmákat kezdtek el fölhúzni, minél több, csak ezt így megtiltottuk. Tehát a gumicsizmát, az állaszlevitelt, a korom, a hintőporszórást, a verekedést, a durvasságot. Hát az durvasság. Én mondom, tudom, az egyik tanáromat felvágtam. Nem. Na most már ez a durvaság, ez nincs. Nincs. És egész kemény. Sőt, a harisját, akkor az fáj. Sőt, amit te mondsz, hogy sokat már az eredeti sokat azért reklamálnak, hogy ne legyenek a busok már olyan fittek. Tehát az a nagyon szép busó az, amit az nem jó. A busó az legyen, érted, hogy kicsit duhaj legyen, meg kicsit durva, meg határokon belül. Figyelj ide! Gyakoroltok előtte, vagy pedig ez ilyen spontán? Nem, spontán. Ez csinálja az, aki tudja, az csinálja minden évben, és akkor a fiatalok azok majd elnézik, hogy mit kell csinálni, és azok azt fogják csinálni. Na most itt a téren az megy, tehát itt a lényege most az lesz benne a téren, amikor már bementünk, és amikor úgy szétspiccel a nép, akkor az asszonyok ölelgetése, tehát ez a legnagyobb probléma, termékenységvarázslás. Na vagy, akkor megölelhetsz engem párszor.
termékenység van az. Thank you.
Figyelem egy kis sikítás. Ez az. A következő menetben már is meg lehet váltani. És belépő zsetonját figyelem, váltsa meg zsetonját a következő menetre egy szenzációsra. Egy kis sikítás, figyelem. Ez az, nem van a gyület magyarabb a szépvisel. Most jön a 139. ráadás, a szupermenet. Gyerekek, nézzétek! Ez a Rio. Kocsma Rióban, amely ilyenkor nem tudom, hogy itt éjszaka is. A Rio-i karnevál idején rövid időre eltűnnek a Brazíliára jellemző rendkívül nagy társadalmi különbségek. Néhány napig mindenki királynak vagy királynőnek érezheti magát, legalább a táncban. Külföldi lapszemében. Hát ilyen keveset mutattak vele, nem igaz, de ez gyönyörű. Egyszer én is szívesen végignézném. Jó, az, hogy nem különös például. Ezt egyszer végignézném. Ilyen látvány nincs a világosul. Sehol sem, szerintem. Milyen kis érdekes, de hát ez egy csodálatos dolog lehet ez. Az exotikum, meg erotika. Na, jó, szépek. Nem fértek egymást, löglösték az itat a kezünk, igaz? Hol? Amikor felmentünk oda a tanácsházal. Nem volt annyi ja. Is olyan, mint amit arra hoztam. Na jó, de Tibi, de nem férti el? Én ott kint álltam a Perényi utca sarkán, és néztem, hogy jönnek befelé. Jó volt, csak volt 150 darab. Nem engedtek be bennünket a tanácsházal, mert mindig eddig bemert, hogy a lépcsőn kicsit az ember levelelkezik, tudod. De azt a végén láttam a szekvős őrtet, hogy mi van, akkor gyártek, akkor föl a nagy terembe, meg ki az árkér. De először nem akartak beengedni, ott ott két csalóval. Ja. Az én rájöttek. Hát nem tudtál inni se, érted? Egymás kezéből lögdöstük a pián. De valahogy, itt mondom a srácoknak, tegnap este így az ember összegezi a dolgokat. Valahogy valami nekem ebbe a busójárásba nem stimmelt. Én így éreztem, hogy valami itt nem, azért nem stimmelt. Nem egy felszabadult ünnepő. Nem oda való, akkor sem a sárnapra nem oda való. Ezt én is van, ezt el kell fogadni, és ha nem fogadják ki, akkor megölik a busójárást. Ez ilyen egyszerű. Ezt kéne egyszer tudomásra venni, hogy ezt megint lesz ez a feladat, Matyi, amit elkezdtünk 90-es évek elején, hogy ezt megint belevinni a köztudatba, hogy ez nem ide való. Meg lesz az, hogy mit megint csinálni. Hát majd fogolja az ember magát, ezt elvonulni. Teljesen elbarikádozza magát, és elmegyünk kérlek az utcákba, sokat utcákba. Végig is arra járhat, mert így... Bocsánat, de csak azt nézzük, az egész rákfenéje, ami az egész társadalomban van, most a politikát azt hagyjuk, felejtsük el, de az egész rákfenéje a pénz. A pénz körül forog a busójárás, és itt a legnagyobb baj. Igen. Az 50-es években, mikor tényleg a busók úgy mentek házról házra, ami tényleg az igazi busójárás volt. És mentek, és akkor is voltak turisták, akkor is jöttek idegenek, és mégis lefolyt a busójárás úgy, ahogyan meg kell. Na most megint egy központosítást csináltak, és belenyúlnak olyanok, akik tényleg nem oda vannak. Hát ez a kulcsa. Ezt is valahogy elkülönjük, hogy olyan csinálják, akik ezt tudják. Tehát az a sokatság, aki ezt csinálta mondjuk 50 évvel ezelőtt, az azt lehet mondani a 23. 24. óra utolsó leletét adja még itt, ami létezik. De ez már nem az az igazi ősi, most megint egy olyan kifejezést. Valóban, hát az igazi ősi mentalitás, amiben éltek az emberek valamikor régen. Tehát ami a január 1-től december 31-ig, ahogy kötődtek a szokásokhoz, a vallás adta szokásokhoz, meg a vallás nem adta szokásokhoz, mert ugye van olyan vallási szokás is, ami bebizonyosodott, hogy nem a katolikus valláshoz kötődik, hanem vannak ezek a bizonyos babona témák, amiknek semmi köze nincs akad, de hát ez is szokás, hogy ekkor ezt csinálom, akkor meg azt sem, hogy ekkor ezt nem csinálom, mert én nem értek hozzá, de hát hallottam erről eleget. És akik ebbe a mentalitá, ebbe a szokásvilágba éltek, azoknak a hiedelem világok is talán gazdagabb volt, mint a jelenkori fiataloké vagy a népeké. És ez is magával hozta természetesen azt, hogy jobban tudtak játszani, meg
azoknak a bizonyos dolgoknak, amik adottak, voltak az életük során, azokkal ők élni tudtak. Tehát élni tudtak a farsanggal, a busójárással, élni tudtak a lakodalomnak a zenéjével, vagy a lehetőségével, hangulatával, és akkor tényleg úgy mulattak meg olyan hangulatot teremtettek maguknak, ami hát egy rendkívüli dolog volt, de valahogy a sokadságnak a lakodalmi szokása és a busójárás között egy nagyon nagy hangulati összefüggés van, azonosság. Ez a toronymagasan lévő jól érzés és szabadság. Tehát ami a busójárás is végül is. Itt természetesen ugye a busójárásban mindegy van, nem csak a sokacok, sőt már alig vannak sokacok, és azok, akik a többiek, azok mentalitásilag már nem tudják azt, hogy mi volt az eredeti sokac busójárás. Több kivonulás is volt itt a busójárásban. Először az első volt a 60-as években, amikor már szóba jött az a Sík Ferenc rendező, akkor csinálták a sokacok azt, hogy a Matyi szavaival élve, hogy az árasztot leverték a földre, és azt mondták nekik, ebbe elég. Az volt a legnagyobb kivonulásuk a busójárásban. És akkor most a második, én szerintem ez lesz, hogy behozták ezt a vasárnapi koplósot. Ez lesz a második, mert hogyha megnézzük a régi időket, hogy itt az évszázadok során a sokadság, amikor ide került Mohácsra, erre a tájékra, a szigeti oldalra, a Duna adta nekik az életét, a munkát, a vivóvizet, tehát mindent. Tehát egy szent folyóként kezelték a Dunát. És most ez a szent folyót megbélyegezzük a vajtemetőnek, nyilvánítják ki. Tehát ez is egy nagyon érdekes egy dolog, én szerintem. És ettől Matyival már többször beszélgettünk erről. Hogy lehet ilyen csinálni? És ott a falon van az a kép. Az a két sokat asszony, hogy mos. Annyira együtt éltek a sokadság a folyóval. Ez volt az életüket megmentő valami, mert amikor átélték a történelmek a viharait. Tehát a Dunának köszönhetően a másik sokadság. És én már ennél fogva sem tudom elképzelni azt, hogy egy igazi sokadság, tehát a sokadság, azok dobták bele a koporsót a Dunában. Tehát már egyszer nem tudom elképzelni, és lehetetlen. Gondolok rád is, mondom. De a nyakamban akasztom ezt a porlat, nem viszik el legalább. Thank you.
Jó. Majd szívesen, amikor úgy lesz, akkor majd szólok én, hogy meg lehet nézni, majd amikor megint faragjuk az állatokat, meg lehet nézni. Lesz érdekes dolog fog itt lenni, mert majd szólok, jó? Na jó. Adira botom a kis unokám. Thank you.
zenét hallgatnak, a világon ilyen itt. Hallgass, hallgass! Ha én azt mondom, hogy ezt az állatot ott, ami az, az az állat. Ez mindent megmond, mindent megmond. A sok ezer éve zenét, a sok ezer év kultúrája ott kell össze. Hoho, csodálatos. Tudod, most itt azt hiszem, hogy megfogtuk azt. Megfogtuk azt, igen, ebben a zenével megfogtuk azt. Én Mohácsi sokat vagy. Nem Horvát! Először magyar, utána sokat. Na, csukd le ezt! Csukd le! Nem azért, hogy a Karaszi Józsi hozta. Nagyon helyes. Hát örülök meg, hogy van. Rendes ez a Karaszi Józsi. Hát most figyelj, amit a Magyar Ácsi adott, ezt, amit a Sárki Gyuri bácsi adott, meg tiszta Hujicsics, meg olyan lennek már. De nem vagy a Hujicsics, csak de nincs. Mohácsi zene legyen rajta. Kinek szépen ma játszanak a cserébe. Igen? Hujicsics zenekar. Most. Miért sérülhet, tudod?